Normális esetben azt tapasztaljuk, hogy egy pohárban levő víz, vagy fazékban levő víz csak úgy tud forrásba jönni, hogyha melegítjük. Méghozzá normális légköri nyomáson a tiszta víz 100 Celsius fokon forr, ehhez muszáj hőt befektetni, és csak így tudjuk a forrást létrehozni. De ha alaposabban tanulmányozzuk a folyamatot, akkor rájöttünk arra, hogy tulajdonképpen nem is a hő jelenléte a fontos, hanem az, hogy a vízben levő oldásban, oldott állapotban levő gázok tágulása létrejön, ez pedig úgy is lehetséges, hogy melegítjük ezeket a gázokat, meg úgy is, hogy esetleg biztosítjuk azt, hogy kívülről kisebb nyomás hasson, és ezáltal a gáz buborékok tudjanak maguktól tágulni a csökkentett nyomáson. Ezt úgy tudjuk elérni, ezt a csökkent nyomást, hogy a vákuum harang alá helyezzük el a vizet, és megpróbáljuk a levegőt kiszivattyúzni, és hát igyekszünk alaposan figyelni, hogy vajon a víz forrásba jön-e. Természetesen a víz hőmérséklete közben végig körülbelül 20 Celsius fok, 21-néhány Celsius fok nem változik meg, hanem a külső nyomás az, ami csökken. Nézzük, mi ennek a következménye. Hát láthatjuk azt, hogy mindig egy picit forr, bár valami kis levegő bejutás csökkenti a forrást, de alapvetően talán sokkal gyorsabban bármi melegítő eszközzel el lehet érni azt, a nyomás csökkentés révén, hogy a víz forrásba jöjjön, akár 21-néhány Celsius fokon is. Ezt a kísérlet nagyon szépen bizonyítja. Meg azt is, hogy a forráspont az függ a külső nyomástól, tehát a forráspont nem csak az anyagi minőség, hanem a környezeti nyomás függvénye is.